aszteroidába csapódott a NASA űrszondája. Ez volt az első alkalom, hogy az amerikai űrhivatal szándékosan irányított egy űrjárművet egy égi testbe. A cél az volt, hogy az aszteroidát elmozdítsák a röppájájáról. A mérnökök ezzel azt próbálják felmérni, hogy képesek lennének-e egy a Földünk felé tartó aszteroidát ártalmatlanítani. Oh my a NASA mérnökei lélegzet visszafolytva figyelték, ahogyan a DART nevű űrszonda hiperszónikus sebességgel közelít a Dimorphos aszteroidához. Majd amikor a szondára rögzített fedélzeti kamera által közvetített adás megszakadt, azaz a jármű becsapódott, az amerikai űrkutatási hivatal szakemberei éjjelzésben törtek ki. A teszt látványosra sikerült. Valójában minden úgy történt, ahogy arra számítottunk. Sőt, őszintén szólva még jobb volt. Ott ültünk és néztük, ahogy jönnek a képek, ahogy egyre közelebb kerültünk a dimorfoszhoz. Látványos volt, mondta a DART projekt egyik vezetője. A világ első úgynevezett bolygóvédelmi rendszerének tesztje tehát jól sikerült. A kávéautomata nagyságú szonda becsapódott a futballstadion méretű égitestbe. A következő kihívás az lesz, hogy megállapítsák, sikerült-e változtatni a több mint 160 méter hosszú aszteroida röppáján. A következő napokban látni fogjuk, hogy érkeznek az adatok, a következő két hónapban pedig további információkat kapunk arról, hogy milyen változást sikerült elérnünk. Mert ez volt a második számú célunk. Az első, hogy eltaláljuk az aszteroidát, a második pedig, hogy meg tudjuk mérni, mekkora változást értünk el a röpp. Pályájában, mondta az egyik mérnök. Valójában az aszteroida nem jelent veszélyt a Földre, ugyanis bolygónkat legfeljebb 11,2 millió kilométerre közelíti meg. A NASA azonban fontosnak tartotta, hogy még az előtt elvégezzen egy ilyen kísérletet, mielőtt tényleg szükség lenne rá. A DART űrszondát 2021. november 24-én indították útjára egy kaliforniai űrbázisról. A jármű 10 hónap alatt tette meg a 11 millió kilométert. Azért esett a választás a Dimorphosra, mert mérete hasonló azokhoz az aszteroidákhoz, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek a Földre. A kutatók azonban jelenleg nem tudnak egyetlen olyan kis bolygóról sem, amely belátható időn belül a Földnek csapódhatna. A Dimorphos egyébként kisebb annál az aszteroidánál, amely mintegy 66 millió évvel ezelőtt csapódott a Földbe, és a bolygónk növény és állatfajainak körülbelül háromnegyedét.